A kép, amit a bámészkodásról hoztam, az a mi mai világunkban egyre nehezebben reprodukálható, hiszen az építkezések körbe vannak kerítve, a biztonsági őrök elzavarják a gyerekeket, az asztalos műhelyekben azt mondják, hogy veszélyes üzem, meg por, meg szilikózis, meg mit tudom én. Tehát ez a világ, ez egy kicsit idealizált világ, azért hozta, hogy legyen kép. A mai világban a bámészkodás, az nyilvánvalóan az internet, a YouTube, nagyjából az a világ, ahol mi most éppen találkozunk. Viszont a gyereket, ha megtanítom bámészkodni, akkor egyben ahhoz is hozzásegítem, hogy elkezdje fölismerni itt is az olyan tudás elemeket, vagy az olyan beállítódást tudja folytatni, ami erre én tanítottam, ami tehát egy jutalmazó dolog. A veszély ennek a csodának az az, hogyha elkezd kilépni a medréből az információszerzés, hogyha elcsúszik a hipernormális ingerek felé, hogyha elcsúszik a nagy borzalmak, meg a nagy mindenfélék felé. Viszont, hogyha a gyereket arra tudom szocializálni, hogy vegye észre azokat a dolgokat, amikben ő érdekelt, vagy amik a számára érdekesek, és ezekre rá tudjon keresni, ezeket meg tudja találni, akkor a kiválóságát gyakorlatilag a végtelenségig tudjuk növelni, hiszen ha meggondoljuk, egy-két óra keresés után, mondjuk bármelyik szakterületen, és ezt hangsúlyozom, hogy bármelyik szakterületen, bármelyik szakemberrel fölveheti a versenyt. Érdekes is lenne egyébként egy ilyen vetélkedőt csinálni, hogy mondjuk jön egy nagyon jó, mondjuk azt, hogy villamosmérnök, és akkor ott van egy hetedikes gyerek, és akkor kapnak egy feladatot, és a gyereknek ott van az internet, a villamosmérnöknek meg ott van a tudása. Kétségeim vannak, hogy melyik tudna jobban megoldani a dolgot. De ez egy hirtelen vett, kiélezett példa. A lényeg az az, hogy ha megfelelően használja, akkor ott van a gyereknek abban a világban, amiben most te is engem látsz, annak a lehetősége, hogy bármely területen kiválósághoz jusson. És ennek a gyökere az, hogy megtanítom arra, hogy hogyan készüljön föl arra, hogy ő kiváló lehet.